Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 30-án. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, mi foglalkoztatja őt. Ez a felső kártya megadja rá a választ. Ez a maci, az az erőt mutatja. Az lehet, hogy most van ereje arra, hogy mindent megvalósítson. Az is lehet, hogy ő erőtlennek érzi magát, és nagyon fáradt, nagyon kimerült. És várja azt, hogy ti adjatok neki erőt. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az érzelmei. És mi most bepillantunk az ő érzelmi világába. Itt valami el van vágva. Az lehet, hogy ő most elbúcsúzik valamitől, vagy valakitől, és ezt lezárja. De az is lehet, hogy neki vannak lelki sebei, és nem érzi túl jól magát. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy milyen lépéseket tesz irányotokba. Fog írni, de az is lehet, hogy vár arra, hogy ti írjatok neki. Ez lehet egy hír, egy levél, vagy egy dokument, egy szerződés. A napi energiát ez a kártya mutatja, és az annyit jelent, hogy ő szeretne valahol gyökeret verni. Ez a kártya mutatja a munkát, a munkahelyeket illető témákat. Az is lehet, hogy ő most egy munkahelyi szerződést köt, és munkahelyi változások lesznek. Ami fontos ennél a jóslásnál, ő erőtlennek érzi magát. Megvannak a lelki sebei. Szeretne a munkáján valamit változtatni, de nem csak a munkáját illetően, hanem a párkapcsolatot illetően is az a vágya, hogy ő azt elérje, amiről álmodozik. Mert, ahogy ez a kártya mutatja is, hogy stabil legyen minden közöttetek, és vár egy hírre. Ha nem jön, akkor ő fog nektek írni. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!